A Magyar Pálos Rend 2021-ben kérte fel az Országos Széchenyi Könyvtárt, hogy a lengyelországi Csesztohovában a rendi generális székhelyén őrzött és becses magyar nyelvemléket tartalmazó latin nyelvű liturgikus kódexet restaurálják. A munka egy évig tartott, a restaurált kódexet Csák János kultúráért és innovációért felelős miniszter jelenlétében adták át a múlt héten a Nemzeti Könyvtárban a Magyar Pálos Rendnek. A kódexet a Magyar Rendtartomány visszajuttatja Lengyelországba, a kódex őrzőhelyére. A 16. századi kódex egy kantuálé, azaz liturgikus énekeskönyv, a magyar pálosokra jellemző kottaírással, mely különféle énekeket tartalmaz, tehát például Szűz Mária antifónákat, körmeneti énekeket, himnuszokat, vagy temetési szertartásokat is. A restaurálás során sor került a vaknyomással díszített kötésbőr konzerválására és hiányainak pótlására, az erősen szurágott fatáblák megmentésére, az elveszett csattok rekonstruálására, és főleg a kézzel írt lapokon a tintamarás által meggyengített és sok esetben sérült lapok megerősítésére is. A restaurált csesztohovai pálos kódex ünnepélyes átadásán Temesfői Mátyás járt, és először Puskás Antal atyát, a Magyar Pálos Rend tartomány főnökét kérte mikrofon elé. Nagyon megragadott az előadásában, említette, hogy Isten nem dobja ki azt, ami meggyengült. Ahogy a kódexre gondolok, ez jut az eszembe, hiszen olyan anyagot kell összerakni, olyan anyagot kell helyrehozni, ami szinte emberi kézzel alig fogható meg amiatt, a félelem miatt, hogy szétesik. De nagyon hasonlít hozzá az ember is, hiszen foltozásra van szükség sokszor, és Isten ezt ilyen finomsággal teszi, mint ahogy a restaurátorok egy kódexel. Mit jelent ez a pálosoknak, hiszen ez egy fontos magyar nyelvemlék, amit őriznek? Igen. Egyrészt a kutathatóság szempontjából fontos ez nekünk is, hiszen számunkra is a saját történelmünknek a feltárása azért fontos, hogy lássuk a gyökereinket. Persze ezek tényleg töredékek, amikor egy kódexre gondolunk. Ebből még sok minden nem olvasható ki, főleg számunkra, akik nem értünk hozzá. De amikor hozzáértő szakemberek összeállítják és kibontakozik belőle egy bizonyos korszaknak egy bizonyos liturgiája, szokása, vagy éppen egy inventáriumból, tehát egy leltárból, sokszor nagyon érdekes dolgokat olvasnak ki a történészek, régészek. A Magyar Nemzeti Múzeumban tavaly történt kiállításban rengeteg régészeti lelet került elő. Ezeket egymás mellé helyezve kódex töredékekkel már sok minden kiolvasható. Érdekes részletek kerülnek elő, akár a szerzetesi szokásokból, ahogy művelték például a kertet, ahogy maguk gazdaságát irányították. És mi ennek a kódexnek a szakrális jelentősége? Ez egy kancionálé, tehát egy énekes könyv. Segíthet annak a felkutatásában, hogy hogyan, milyen énekeket használtak például a liturgiánál. A szakrális zene, a liturgikus zene, az mindig fontos része volt a pálos szerzetesi életnek, illetve a lelkiségnek. A négy közül az egyik fontos pillére rendünk karizmájának, lelkiségének az, hogy a liturgikus imákat különösen szeretjük, vagy megbecsüléssel vesszük körül, és akkor is tartjuk, amikor csak ketten vagyunk egy házban, egy kolostorban. Tehát akkor is közösen végezzük a zsolozsmát. Miniszter úr említette, hogy ez egy nemzetstratégiai ügy is. Ön hogyan gondolkodik erről? Mindenképpen a nemzet identitásához hozzátartozik egy szerzetes rend is, a szerzetes rendhez pedig hozzátartozik annak a liturgiája. És hogyha ezt kutatjuk, és hogyha ezt feltárjuk, és a nyilvánosság elé tárjuk úgy, hogy fogyasztható is legyen, akkor ez segíthet a nemzeti identitás megőrzésében. Én így értem miniszter úr szavait. Valószínűleg, hogy egy ilyen kódexnek, vagy ennek a kódexnek a részleteit, magyar töredékét nem fogjuk tudni úgy használni, mint például a pálos zsolozsmát, amit az esztergomi rituálé őriz, de maga a törekvés, maga az irány szerintem nagyon fontos, hogy a rejtettségből, a könyvtáraknak az elrejtett zugaiból a nyilvánosság elé kerüljenek, kommunikálva legyenek olyan részletek fogyasztható formában, amelyek újra megalapozhatják az emberek identitását, vagy segíthetik, hogyha valaki ez iránt érdeklődik persze. Puskás Antal atyát, a Magyar Pálos Rend tartományfőnökét hallották a restaurált csesztohovai pálos kódex ünnepélyes átadásán, ahol Rózsa Dávidot,
az Országos Széchenyi Könyvtár főigazgatóját is mikrofon elé kértük. A kódexet szellemi és lelki, égi és földi köteléknek nevezte. A Nemzeti Könyvtárnak az elsődleges funkciója, hogy minden a magyar írott kulturális örökséghez kapcsolódó dokumentumot gyűjtsön, megőrizzen, feldolgozza, kutassa és népszerűsítse. Ez a feladatkör, ez egy nemzeti jellegű feladat, tehát amikor mi a munkánkat végezzük, akkor a tevékenységet a nemzet egészéért végezzük, tehát minden, amit teszünk, az lényegében összeköt bennünket a magyar nemzet minden egyes tagjával. A kódex pedig, a liturgikus kódex a maga jellegéből adódóan egy szakrális dokumentum, amely mindenkit, aki a szövegét olvassa, vagy hallgatja, azt az égiekkel köti össze. Így értettem azt, hogy lényegében az, amit mi itt teszünk, az az égi és földi dolgoknak egyfajta összekötése. Illetve azért dolgozunk, hogy az égi földi kötelékek megerősödjenek. Ez egy áldásos tevékenység, és azt is említette, hogy erre a restaurálásra, erre csak az OSK volt képes. Ez miben nyilvánul meg? Mik azok a folyamatok, amikre nem képesek jelenleg más restaurátori műhelyek? Az OSK-nak most már évszázados tapasztalata és felhalmozott szaktudása van, sérülékeny dokumentumok megőrzése, megóvása és helyreállítása terén. Tehát az a szaktudás, amely itt nálunk rendelkezésre áll, az ebben a mélységben és ebben a mennyiségben sehol máshol nem áll rendelkezésre. A könyv és papír restaurátorból nagyon kevés van az országban. A legjobb szakemberek a legnagyobb számban itt dolgoznak nálunk, és az Országos Széchenyi Könyvtárnak van a legjobban felszerelt műhelye is. Kiemelném azokat a kötéstörténeti kutatásokat, amelyeket a restaurátoraink végeznek, amelyek segítenek bennünket abban, hogy a nagyon rossz állapotban fennmaradt kódexeket legalább megközelítőleg úgy restaurálhassuk, ahogyan azok annak idején kinézhettek. Ugye említettem, hogy Magyarországon nagyon kevés szakember van, aki ezzel a területtel foglalkozik, éppen ezért nagyon fontos, hogy a kultúráért felelős államtitkárság támogatásával most 2012 őszétől újra tudjuk indítani a restaurátor képző tanfolyamunkat, és így néhány éven belül 12 újabb szakembert tudunk majd közgyűjtemények rendelkezésére bocsátani. Hogy egy kicsit a gyakorlati területre tereljem a szót, milyen munkálatokat kellett elvégezni a kódexen? Ugye mindenek előtt fel kellett mérni a kódexnek az állapotát. Meg kellett azt határozni, hogy milyen módon restauráljuk például a kötéstáblát, illetve ahol szükséges az egyes lapokat. Ugye a mai restaurálási alapelvek szerint, ahol csak lehet, a kollégák minél többet meghagynak az eredetiből. Régen ezzel nem foglalkoztak, tehát a 19. században például, hogyha egy sérült kötéstáblát menthetetlennek ítéltek, akkor azt egyszerűen leszették a kódexről, és tettek a helyébe egy újat. Ezért nincsen például a prajkódexnek se meg az eredeti kötése. Ugye ma már egészen mások az elvárások is, meg a protokollok is, tehát azt kell megoldani, hogy a lehető legkevesebb beavatkozást hajtsuk végre a dokumentumon, a lehető legkevésbé károsítsuk, és minél többet őrizzünk meg az eredeti dokumentumból. De ez még csak a restaurálási fele annak a munkának, amit elvégeztünk. A másik pedig a digitalizálási, hiszen a Pálos Rendel kötött együttműködésünknek a másik fele az arról szólt, hogy mi ezt a kódexet befényképezhetjük, és utána az online tartalom megosztó felületünkön közzé is tehetjük. Tehát ezt hamarosan közkincsé tesszük, és mindenki a világon, akit az ilyen jellegű tartalmak érdekelnek, hozzáférhet majd ehhez a dokumentumhoz. Ennek az elkészítése pedig azért egyedülálló, mert Közép-Európa legnagyobb digitalizáló műhelyében készítettük el ezt a munkát, ahol tömegesen is termelünk, állítunk elő digitalizált tartalmakat, illetve lehetőség van az egyedi műtárgyfotózásra is, mint amilyen egy ilyen kódex esetében szükséges. És milyen módon tervezik hozzáférhetővé tenni ezt a nagy közönségnek? Ugye 2020. június 4-e a 100. trianoni évforduló óta folyamatosan indítjuk a digitális tartalom szolgáltatásainkat.
minden esetben törekszünk arra, hogy jó minőségű, ingyenes, lehetőség szerint közkincs jellegű felhasználást tegyünk lehetővé. Ennek egy kis része van még meg egyelőre olyan minőségben digitálisan, hogy közzé lehet tenni, de ami csak megvan, azt ki fogunk tenni. És ugyanez igaz a kódex töredékekre is, amelyeknek szintén egy hatalmas korpusza található a Széchenyi könyvtárban. Ezeket is közzé fogjuk tenni egy nyilvános ingyenes felületen. Mi a teljes magyar és magyar vonatkozású írott kulturális örökséggel dolgozunk. Egy Magyarországon született kódex, amely ráadásul tartalmaz egy magyar nyelvemléket, egy magyar nyelvű imádságot, az a magyar művelődés történetnek egy különlegesen fontos dokumentuma. Az, hogy mi ezzel dolgozhatunk, az ami számunkra a hivatásunknak a lényegét, az eszenciáját jelenti, még akkor is, hogyha ezt a kódexet nem itt őrzik, de mégiscsak a magyar kulturális örökségnek az elvitathatatlan. Tehát nekünk erről tudnunk kell, nekünk ezzel dolgunk van, és ez a mi számunkra legalább olyan fontos, mint azok a dokumentumok, amelyeket mi őrzünk. Rózsa Dáviddal, az Országos Széchenyi Könyvtár főigazgatójával, Temesfői Mátyás beszélgetett a restaurált Csesztohovai Pálos kódexről.